Jó reggelt kívánok! A 14. Haldorádó ponthorgász napok, a második napja szombat reggel van. Általában ez a nap szokott lenni a legmozgalmasabb, leghúzósabb nap, de felkészülten várjuk az ideérkezőket. A mai nap folyamán is összefoglaljuk röviden ebben a kis filmben a nap legfontosabb eseményeit. Tartsatok hát velünk! Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az ország legtávolabbi pontjaiból is eljönnek hozzánk, találkozni akarnak velünk, illetve a meghívott vendégeinkkel, de nem csak az ország távoli pontjaiból, hanem Európa különböző országaiból is eljönnek hozzánk erre a rendezvényre. A legtöbben egyébként Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából, Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, sőt Németországból is érkeztek. A mellettem álló úriember az Felvidékről érkezett, és hadd kérdezzem meg, hogy milyen módszerrel, milyen technikával horgászik, és melyek voltak a legnagyobb halai? Anda Tibornak hívnak, Felvidékről érkeztem, az ön által preferált féder technikával halászunk a szabadidőbe. Bocsánat, hogy szavába vágok, ugye Felvidéken ez szokásos, hogy halászatnak nevezik a horgászatot, holott tudja, hogy a halászat az ugye hálóval történik, míg a horgászat horgászbotta. Tehát ön is horgászbotta fogja halait. Igen, igen, természetesen a féder technikával és az ön által preferált csali arzenállal. Ebből kimondottan a kékfúziót, és van egy saját kipróbálás, ami olyan időszakban, amikor nagyon nehéz halat fogni, tehát van egy olyan időszak, egy fekete ribizli pálinkába áztatott fekete ribizli szemmel próbálkoztam, és nagyon-nagyon fantasztikus eredményeket hozott maga után. Mekkora volt a legnagyobb hal, amit sikerült már megfognia? Egy verseny, egy 4 napos verseny időszak utáni, délután, vasárnap délután volt, 9 darab ponty, a legnagyobb 32,5 kiló volt, a legkisebb 27. Uram, ehhez őszintén gratulálok, ez nem hétköznapi. Fényképp meg tudom mutatni, és úgyhogy nincs probléma. Ezeket a halakat az ön Powerfighter 390-es féderbotjával fogtam. Itt van a csali arzenál. Pelletpakkot alkalmaztam, és a fekete ribizli pálinkába áztatott gyümölcsét. Gratulálok! Ugye többször volt már arról szó egyébként, hogy mi keresni valója van a Haldorádó ponthorgász napokon a Rapala csapatának, vagy a pergető témakörnek. Rendkívül egyszerű, ugye felmértük azt, hogy a ponthorgászat mellett, ugye amely alapvetően nálunk a fégyeres ponthorgászatról és a bólis ponthorgászatról szól, egyre nagyobb igény mutatkozik a pergető horgászat iránt. Hiszen ugye
minimális eszközigényel és rövid idő alatt is sikeres lehet. Mindig azt látjuk, hogy nagyon sok érdeklődő van, van kinek mit bemutatni. Amit most éppen itt rángatsz, Woblert, Gábor, ez mitől különlegesebb, mint az eddigiek? Ez egy új Rapala Wobler. Van neki egy érdekes tulajdonsága, nem csak elől a zsinór bemutató szemnél van neki terelő lapja, hanem hátul is. Ez egészen újdonság, semmilyen más márkánál nem találkozunk ilyen kialakítású Woblerrel. Egy kifejezetten rángatós technikákhoz kialakított csali. A nevében benne van ez a stop szó, ez arra utal, hogy húzzuk, állítsuk meg, és amikor megállítjuk, akkor ez a kis terelő lapka garantálja azt, hogy ő abban a helyzetben meg is álljon. Olyan, mint egy ilyen szakaszosan ugráló, sérült kis hal a vízben. Nagyon népszerű volt az a filmsorozat, amelyet a balatoni pergető horgászataidról készítettünk. Megmondom őszintén, hogy én, aki nem vagyok pergető horgász, szájtátva néztem azokat a gyönyörű halakat, amelyeket a Balatonon fogtál. Ezúton is tiszta szívből őszintén gratulálok ezekhez a gyönyörű halakhoz. Egyet-egy kérésem volna, lesz folytatás? Lesz újabb film, amit forgatunk veled? Hát én nagyon bízom benne, hogy lesz. Nekem is nagyon tetszett a végeredmény, amit veletek együttműködve sikerült összehozni, úgyhogy rajtam nem múlik. Mellettem áll Kulcsár János, a Normag Hungary ZRT marketing menedzsere. Jani, mit jelent számotokra egy-egy ilyen hétvége? Nagyon fontos sok szempontból is. Egyrészt, hogy jöhetünk segíteni nektek, hiszen a pergetést ti most kezdtétek el egyre jobban tuningolni az oldalon. Másrészt pedig nagyon fontos közönség találkozó ez nekünk. Nagyon sok információt kapunk akár a termékekkel, akár azzal kapcsolatban, hogy ki mit használ a vízparton. Úgyhogy nagyon fontos nekünk ez a közönség találkozó. Most jelen pillanatban mely termék iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés? Lemérhető ez már? Hát nehéz megmondani, mert azt veszük észre, hogy amit mutatunk, azt tetszik nagyon az embereknek. Tehát hál' Istennek nagyon sok termékünk van, nagyon sok Rapala van, ami mind nagyon jól működik, úgyhogy igazából amit a medencébe húzunk, azt általában már mennek is és vásárolják. Na mutass egyet nekünk! Például itt van, amit az úriember használ, ez egy Twitching Mullet nevű csali, aminek az érdekessége az, hogy eredetileg tengerre szánt csali volt. Akkor hogy kerül képbe itt a mi tavainkon vagy folyóinkon? Ez a mi teszthorgászainknak köszönhető, hiszen minden évben mi ugye beszerezzük a gyárból a különböző csalikat, és kipróbáljuk hazai vizeken, és ez pont egy olyan csali volt, amit eredetileg tonhalra használnak, azért is van rajta erős egyágú horog, viszont nagyon jól muzsikált különböző vizeken, például a Balatonon csúcs. Kimondotta jól jön rajta az egyágú horog, hiszen sokkal nehezebben akad el a növényzetben, ellenben a csuka nagyon szépen be tudja nyelni, és még akár a horogszabadítás is könnyebb vele. Úgyhogy ő például egy olyan csali, ami nemrég debütált, és nagyon szeretik az emberek, egyre többet adunk el belőle. Hát ami még nagyon fontos termékünk, és elhoztuk ide, az ugye a pergető orsóink, Shimano nagyon erős pergetésben. A Stradic CI4 például az egy nagyon népszerű termék most már évek óta, és most jelent meg a Stradic FL, ami ennek az orsónak a ráncfelvált változata, nagyon nagy érdeklődés fogadta. Azt gondolom a Shimano palettáján ez egy sikertermék lesz. Haldorádó Káptim tagjával beszélgetek, elsőként Rokolya Petihez fordulok. Peti, mit látsz? Milyen az aktuális helyzete a nagypontyhorgászatnak? Azt tapasztalom és azt látom ezen a kiállításon is, hogy egyre több ember szavaz bizalmat a nagyhalas csaliknak, köztük a bojliknak, és egyre többen használnak minőségi bojlis termékeket vagy kiegészítőket, és a szabad idejüket is a nagypontyoknak szentelik alá, életük fogásának reményében. Illetve talán az is látszik, hogy az embereknek több idejük van erre a célzott nagypontyhorgászatra, és több ilyen hosszabb túrát engedhetnek meg maguknak. Tomihoz fordulok most. Mit láttál, melyik termék iránt mutatkozott legnagyobb érdeklődés a nagypontyos termékek közül?
Péter gondolataival maximálisan egyetértek, én is ezt tapasztalom, még a korábbi években inkább a kisebb csalizó bólik voltak a jellemzőbbek, addig most az elmúlt napok alapján azt látjuk, hogy sokkal inkább a nagy kiszerelésű, nagy méretű mennyiségű bólit viszik elsősorban a vásárlóink, ezt részesítik előnyben, ebből kiemelném a C21-es termékcsaládot, abból is a 2,5 kg-os, hogy meg lehet nézni mögöttünk a polcon, sokkal több fogyott belőle, mint a kis kiszerelésből. De hogy konkrét választ adjak a kérdésedre, a C21-es termékcsaládból a fűszeres kolbász volt az abszolút favorit, ez szerintem a polcon is jól látható, de nagyon örülök annak, hogy a nagy dobozos triplex bolikból is nagyon sokat eladtunk, illetve a hozzátartozó csalizó bolikból egyaránt. Szombat délután van, egy nagyon húzós, nagyon mozgalmas napon vagyunk túl, de még nincs vége, bár az utolsó hivatalos program, az utolsó előadás már véget ért, és már csak egy van hátra, amely nem más, mint a tombola sorsolás. Azok, akik szeretnének eljönni, holnap még ezt megtehetik, találkozhatnak velünk, illetve a már korábban felsorolt vendégekkel. Egy biztos, mi itt leszünk, és várunk titeket szeretettel. Kedves látogatóközönség, tisztelt vendégeink, akik kivárták, és itt vannak velünk, az utolsó pillanatig. Ki az, aki szeretné a tombola fűját megnyerni? Én!